Jó estét kívánok! Bár mindenki vágyódik a színház, semmivel össze nem hasonlítható hangulatára, az előadás előtti izgalomra, a hangos vastapsra, ezek egyelőre csak az emlékeinkben élnek. A teátrumok továbbra is az online térben dolgoznak, de töretlenül próbálnak és új műfajokkal próbálkoznak. Induljon a forgószínpad, a helyi televízió közös színházi magazin műsora. A székesfehérvári Szabad Színház is online térbe költözött, Nagy Judit társulatának három előadása is megtekinthető az E-színházban. Ugye nem kicsoghatunk két hónapon keresztül egy kokkespánia miatt, érted? De fel kell fogni, hogy bőből már nincs több. Székesfehérváron a koronavírus járvány sem szabhat gátat a színházi előadásoknak. A Szabad Színház három darabot felölelő kínálata, egy fekete komédia, egy kamaradráma és egy szocióbörleszk is megtekinthető az online térben. Koronavírus járvány más nem is, de meghozta az online tér hódítását a teátrumok életébe is. Nem kivétel, sőt élen jár ebben a Szabad Színház. Most értesültünk róla, hogy újabb három fantasztikus egykori darab, egykori, hát jelenleg is friss darab kerül a nézők elé. Igen, Mika Milliahó Pánik, illetve Tallér Edina a Kaliforniai Álom és Urbán Péter a Három Erdődi című előadását láthatjuk most, és hát szeretnénk is műsoron tartani, ezek elérhetőek a szabadszínház.hu-ról, illetve a Szabad Színház és az Igéző Facebook oldaláról, és tervezünk olyan előadásoknak a további felvételét, streamelését, amelyben a járvány korlátozó intézkedések betartásával, néhány szereplő közreműködésével tudjuk megvalósítani az előadásokat, így például a Márai az igazi felvételét tervezzük, mert ebben az előadásban lesznek olyan szereplők, akik már be vannak oltva, vagy átestek a betegségen, így biztonságosan megvalósítható ez a felvétel. Tudjuk, hogy eddig is működött az E-színház, a Szabad Színház életében. Milyen tapasztalataid vannak, mennyire fogadták el az emberek, mennyire érdeklődnek iránta? Van, aki még idegenkedik, de van, aki abszolút pozitívan fogadja, és ami számunkra nagyon kedves, hogy a határon túli magyarok is meg tudják nézni ezeket az előadásokat. Például, és nem csak azt lehet mondani, hogy a Nagy Magyarország területéről, hanem a tengeren túlról is, mert Kanadából is néznek bennünket. Ezeket egyébként a jegyvásárlásokból tudjuk, és Németországban is vannak olyan magyarok, akik nagyon szívesen kattintanak ránk, aminek én személy szerint nagyon örülök. Tehát bizakodóak vagyunk, ugyanakkor nagyon fontos, hogy terveztek-e további olyan előadásokat, tehát megmarad-e az online tér a jövőben is? Én azt gondolom, hogy át kell alakulnia, igen, a színháznak is, hogy valószínű, hogy meg fog maradni pont azért. Nyilván a színház, ahhoz hozzátartozik a közönség is, és az az élmény, ami ott jön létre, az nem jön létre az online térben. Viszont vannak olyan előadások, nem mindegyik előadás alkalmas erre, amely alkalmas arra, hogy akár online közvetítésen keresztül élvezhető legyen. És azt gondolom, hogy azok az emberek, akik idősek, betegek vagy mozgássérültek, a jövőben is meg fogják találni ezeket a lehetőségeket. És hát nagyon remélem, hogy a gyerekeket is le tudjuk kötni, hiszen van nekünk utánpótlás csoportunk is, és most éppen azon dolgozunk, hogy velük is olyan multimédiás tartalmakat hozzunk létre, amelyeket ők élveznek, és meg is tudjuk valósítani. Online térben folyik a munka a Szegedi Pince Színház virtuális színház termében. Csehov a Manó című darabját otthonukban próbálják a színészek. Gulyás Herman Sándor a fővárosból rendezi a darabot, négy másik művész is Budapestről csatlakozik az internetes munkafolyamathoz, sőt van, aki Aradról. A rendező abban bízik, hamarosan, személyesen is találkozhatnak, hiszen az élő színházi próbák elengedhetetlenek. Jó, és akkor lassan kezdjük el a dolgot. Ki van itt? Te vagy asszonya? Én vagyok. Én szeretem a sikert. Tőle vinni el, amióta meg
megöregettem, undorodom magamtól. Csehov Manóját próbálják a Pince Színház színészei és jó pár vendégművész Pestről és Aradról. Most először hívták segítségül a digitális technikát. Ők így vigyáznak egymásra, hiszen most rengeteg a beteg az országban, nem mernek kockáztatni. Persze, ahogy az élet sem, úgy a színház sem áll meg. Van egy külön hangulat a Csehovnak, és még sose játszottam. A felszín alatt nem az van, ami kintről látszik. Tehát mindenkinek ugye mélyről van valami olyan fájdalma, érzései, ami ott van mindig, de mindig elfogyják, és mindig ugye kifele a mulatás, a pirógevés, a szamovár, és hogy tehát ez egy kicsit olyan nihilles, olyan vidék, olyan nem tudom, olyan de van egy hangulata. Nehéz megtanulni ezt, hogy palástold, vagy hogy titkold az érzelmeidet, és azzal, hogy éljél le egy egész életet, hogy mondjuk azt eltitkoltad, hogy te. És akkor mindenki félre szeret, mindenki a másikat, mindenki azt, szerintem pont olyan, mint az élet, de nem olyan. Egyértelmű volt, hogy akkor addig online elkezdünk próbálni, addig, tehát egy bizonyos szintig jól lehet haladni, szöveget tanulni, tehát most úgy vagyunk vele, hogy megvolt ugye az olvasó próba, amit online nagyon jól lehet, elemző próba, amit szintén jól lehet online csinálni. Most abban a fázisban vagyunk, hogy így ismételgetjük a szöveget, hogy mire oda kerül, hogy találkozhatunk, addigra legalább a szöveget tudjuk, és ne szövegkönyvvel a kezünkbe tudjunk játszani. Nagyon örülök, hogy belefogtunk, még hogy ilyen kurtán furcsán így a neten keresztül. Hát bízunk benne, hogy most ezt személyesen is találkozunk a többiekkel. Alkalmazkodunk, sajnos ez van, a színház nem áll meg, most akkor ilyen játékszabályokkal, de csináljuk az úgy bemutatót, igen. A home office egy színész házaspár esetében sem egyszerű, főleg ha van 3 gyermekük és a legkisebb 5 éves. A nagyobbak szerencsére már önállóan vesznek részt a digitális oktatásban. És nagyfiú már megérti, hogy szüleinek dolgozni kell. Eleinte persze halkan játszik, később azonban színészi képességeit fitoktatva halottnak tetteti magát, bízva abban, hát ha észreveszi végre valaki. Végül ennél hatásosabbnak bizonyul a zajkeltés, pontosabban a zene ereje. Maga gyűlöli a férjemet, s nyíltan megveti a saját anyját. Itt mindenki hadakozik mindenki ellen. Figyelj, tartsunk kérlek szépen egy 5 perc szünetet, mert most kaptam egy SMS-t, hogy regisztrálnom kell nagyon gyorsan az oltásra, úgyhogy 5 perc alatt meg kell csináljam, úgyhogy tartsunk egy 5 perc szünetet, jó? Mondhatnánk, hogy ilyenek megtörténnek egy élő színházi próbán is, de nem. A Covid most mindent felülír. Ha oltásra kell regisztrálni, akkor az nem tűr halasztást. Mindenki szünetet tart. Hát ennyike. Hát, hogy milyen érzés közönség nélkül játszani, vagy főpróbát tartani, vagy milyen érzés két fotós előtt megcsinálni azt, amit 6 hétig próbáltál, vagy milyen érzés egy felvételre megcsinálni azt, amit próbáltál, vagy milyen érzés streamelt előadást csinálni. Hát egyik jobb, mint a másik, mit mondjak. Most, hát itthonról próbálni, ez olyan, hogy informálni tudjuk egymást arról, hogy élünk, meg el tudjuk dugni, hogy nem tudjuk a szöveget annyira, mert tudjuk olvasni, meg ki tudunk közben menni ide-oda, meg az egyik kávézik, a másik cigarettázik, a harmadik debreceni teszik, mint én az előbb. Tehát, hogy a privát és a színházi az teljesen összefolyik. Komplett darabot így bepróbálni nem lehet, hogy én itt lemozgom a nagyszobába, a kollégám meg mit tudom, becsésen a WC-ben van, tehát azért ez nem így működik, de most egyelőre
csináljuk, tartjuk az ütemtervet, és akkor, ha minden igaz, akkor azért egy-két hét alatt azért annyira talán csökkennek az esetszámok, hogy legalább annyira, hogy mi tényleg olyan Covid-tesztet, vagy gyors tesztet, és akkor nagyon óvatosan akkor a szűk gárd akkor elkezd próbálni a pincében, és akkor visszamegyünk a régi kerékvágásba. Ismét a Debreceni Csokonai Színházban rendez Pas Andrea. A színpadon az események, a legendás sztárpedagógus Káldi Helga bukása és tanítványa a 9 éves Pál Berci rejtélyes halála köré fonódnak. A Sodrás utcai általános iskola titkát homály fedi. A drámaíró Pas Andrea új darabja a finálé iskolában megtörtént, ugyanakkor minden zárt közösséget érintő problémát feszeget. Mindig nagyon aktuális. Aktuális történetei vannak, aktuális témák, problémák. Nagyon aktuális a fókusz, amiről szól egy-egy darabja Pas Andreának. És hát a karakterei azokat tulajdonképpen a való életből meríti. Zaklatottnak tűnsz. Persze, hogy zaklatott vagyok. Ti nem gondoltok a gyerekeknek, hogy milyen szorongást váltatok ki belőlük? Ti most a jövőkkel szórakoztok. Iskola keresésben voltam a fiamnak. És hát nehéz eleve iskolát választani. Hát még ha ilyenek történnek a legjobb iskolában is. Hát nyilván ez nem így, ezt nem tudom, hogy ez így megesik-e, szerintem remélhetőleg nem, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy megeshet. Hát én nem tudom, hogy ki hogy van vele, de én nem azért engedem a gyermekeket az iskolába, hogy más szabát akarítsa. Bár is, hogy mindenkinek. Egy olyan férfit játszom, aki sok éve akar gyereket, és ezért nem feltétlenül a kisfiú oldaláról nézem a történéseket, de persze, ha valaki más eljátszaná az enyémet, és én nézhetném, akkor valószínűleg ezzel a kisráccal mennék érzelmileg. Csak sokféle. Melyik mesélj? Ez igazi tündér. Nem mesemberi tündér. Élő tündér. Mivel én is csak egy alapfelhasználó szinten kezelem ezeket az oldalakat, vagy appokat, ezért én abszolút félek tőle, hogy nem oda kerülnek bizonyos dolgok, ahová szánjuk azt, és ezért én próbálkozom is magamra zárni bizonyos ajtókat, vagy féltem a szeretteimet ettől, miközben használni is akarom, vagy használom is, úgyhogy ez is egy reális félelemből indul ki szerintem ez a része az előadásnak. Hölgyeim és uraim, nem maradt már sok időnk hátra. De nem kell pánikba esni, gyorsan vége lesz. Reális emberekből, történésekből épül föl a dolog. Nyilván, tehát ez egy fantázia szüleménye, de az elemeit, az egyes elemeivel az előadásnak mindenki találkozik nap, mint nap. A feleségemnál túl vagyunk már néhány. De mit mondott az orvosnak, amikor meghallott ezt az ördögi ajánlat, hogy gyógyítsák meg a fiam. Hogy gyógyítsák. Szerintem ez a feladata a színháznak főképpen ma, de igazából mindig, hogy tükröt tartson,
hogy azt mutassa meg, hogy mi van körülöttünk. Nyilván a színház nyelvén, színházi eszközökkel. Egy másodperc alatt be tudsz szippantani, mert csak előveszed a telefonodat, és hát lehet, hogy nem mindenkire igaz, de rám például abszolút igaz, hogy előveszem egy pillanatra, és negyed óra múlva kapcsolok, hogy úristenem, most negyed órán keresztül csak pörgettem, és mi történt? Semmi. Átkerültem egy másik dimenzióba, addig se voltam itt, és hát inkább itt kéne lenni többet, mint ott. Kényszer szülte látványos show műsornak indult, aztán olyan terebélyessé növekedett, hogy kétfordulós művészvetélkedő lett a Móricz online programcsomag faktor eleme. A Nyíregyházi Színház közösségi oldalán hirdették ki az eredményt. Aki hallja a gyát, nem félek, csak tudom, hogy nagyon hamar meg fogunk öregedni. Gyermekkori barátságból indult a zenés színész szakon végzett színésznő pályája. A mindig daloló kislány középiskolában eldöntötte, hogy rockstar lesz. Beiratkozott tehát a kőbányai zenei stúdióba, majd az énekes oklevél után sikerült a Színművészeti Egyetem is. Novák Eszter és Selmeci György osztályában faragták kiváló előadóvá. A kétfordulós faktor vetélkedőbe is az egykori élmények, inspirációk nyomán választotta két bemutatkozó dalát. Hát igen, a francia chanson az első körös dalom, aminek a címe Je suis malade, azt jelenti, hogy beteg vagyok. Az egyetemen tanultam meg, akkor egy chanson versenyünk volt, egy ilyen házi verseny, és időről időre így előkerül nekem tulajdonképpen egy ilyen lelki tisztogatás, és akkor mindig az lesz, hogy utána sokkal könnyebben lélegzem, hogyha elsüvöltözhetem azt, hogy mitől is vagyok én nem jól. Egyébként ez egy szerelmi történet, de nagyon, nagyon sok minden másra is lehet közben asszociálni. A másik dalom, az első körös, az pedig az Ella Fitzgeraldtól tanultam meg én. Hát az iszonyatos nagy kedvencem, az It Domine Thing, és azért kedvelem igazán, mert úgy kell énekelni, mint hogyha egy trombita lennél. A mondani valója ennek a dalnak, az konkrétan bele van írva két sor, tehát semmi se számít, ha nincsen swing. Hogyha nem énekelsz, mert a zene az nekem metaforája az élésnek. Jött a döntős forduló Udvaros Dorottya egykori nagyslágerével, a Botladozva című dísdallal. Aztán Gotár Péter és Selmeci György szerzeménye, az Idő van címadó dal, amelynek eredeti előadója Cserháti Zsuzsa volt. Mind-mind hátborzongató emlék és sokat ígérő jövő. Aztán szavazott a közönség. Talán valamiféle szimpátia szavazás lehetett Anita Frisch, de nem kiforratlan előadása miatt. Illik megemlíteni, hogy olyan versenytársai voltak, mint a Nyíregyházán Evitaként bemutatkozó Horváth Margit, Dézsi Darinka, aki több zenei formáció énekese, vagy a szintén közönség kedvenc nyomtató Enikő. A siker persze nem csak az övé, hiszen meglepő érdeklődés övezte a teljes produkciót. Csomóan, akik gratuláltak, odaírták, hogy milyen nívós volt az egész. Uh-huh. Sőt, volt, aki azt mondta, hogy megtámogatná anyagilag is azt, hogy ebből csináljunk egy egész estés műsort, ha majd kinyitnak a színházak. Szóval ilyen nem felém irányult egy csomó pozitív energia, hanem az egész felé. Nagyon-nagyon tetszett egy csomó embernek az, hogy egyáltalán ez van, nagyon nívósnak tartják az egész minden produkciót, szóval szerintem ez a rész egy jó húzás volt, hogy sok emberhez jutottunk el, és a verseny maga az arra ösztönözi az embereket, ugye, hogy megmutassák más. Tehát mit tudom, én látok egy posztot, ami tetszik, akkor megmutatom valaki másnak is. Malade, parfaitement malade. Így született a laikus közönség döntése. Sokak akarata szerint lehet tehát ebből majd egész estés előadás, ha túljutunk a mostani gyalázatos valóságon. Addig is próbál Anita. Ahogy mondja, oda van Fanny Bryce szerepétől, bár sok munkája lesz ezzel a mélyérzésű, vicces, de nem felszínes nővel.
Tamás Járon Vitéz lélek című játékának bemutatására készül a Békés Csabai Jókai Színház. A darabot Kis József Jászai Mari díjas rendező vezetésével viszi színre a teátrum. Olvasópróbát tartott a Békés Csabai Jókai Színház. Kis József, Jászai Mari díjas rendező állítja színpadra Tamás Járon Vitéz lélek című drámáját. Egy olyan kultúrkincse a magyar drámának, a magyar irodalomnak, a magyar színházművészetnek, ami meggyőződésem minden néző lelkében ugyanazt a pontot fogja megérinteni, ezt hívják nemzeti kultúrának. Tehát annál jobb összetartozás, gesztus, mint hogy örömet szerezni minden nézőnek. Szerintem nincs, mert hogyha itt mondjuk japánok, vagy tudom én, eszkimók ülnének a nézőtéren, akkor ők igazán nem biztos, hogy értenék minden pillanatát. De mert magyarok ülnek, ezért ezt az összetartozást ezt fogják érezni. A Vitéz lélek 1940. októberében közvetlenül az észak-erdélyi bevonulást követően született. Főszereplője, Balla Péter háborús élményeit követően tér vissza szülőföldjére, hogy egy házat újrakezdett élete szimbólumaként felépítsen és Szamár segítségével. A világképről kérdeztük Citor Attilát, Balla Péter megformálóját. Ez a Tamási darab nagyon, nagyon sokat él, nagyon sokat dolgozik csodákkal, nagyon sokat dolgozik jelekkel, amikben ezek az emberek még hisznek. És ez a Balla Péter, a főszereplő is ilyen ember. Tántoríthatatlanul megy az útja felé, amit ő kigondolt. Nyilván sok problémába ütközik, nyilván emberi problémákba, de hát azt gondolom, hogy így kellene élnünk nekünk is, hogy ha van egy olyan intuíciónk, ha van egy olyan elhivatottságunk, akkor a végén sikerülni fog. És ezek az emberek még úgy élték az életüket, ahogy nekünk is kéne élni az életünket, hogy hisznek a jelekben, hisznek a csodákban, még hisznek nem csak Istenben, önmagukban, mondom a jelekben, tehát egy egészen más problémarendszerrel dolgozó figurák ezek, sokkal emberibbek a mai embernél. A színpadon erős karakterek fognak életre kelni, köztük Boróka, akit Földesi Ágnes Villő fog eljátszani. Kérdésünkre, hogy a néző milyen jelenfejlődésnek lehet majd szemtanúja, a következőt válaszolta. Én nem feltétlenül hiszek mindig abban, hogy egy szereplőnek valami felé fejlődnie kell. Az a legszebb, az egyik legszebb, azt gondolom ebben a darabban, hogy nagyon erős archetipikus karakterek vannak benne. És azt hiszem, hogy a Boróka például azért tudja végigvinni azt az érzelmi szálat, azt a történetet, amit láthatunk majd a darab során, mert nagyon erős jelleme van fiatalkora ellenére, és nagyon erős akarata. És azt gondolom, hogy ennek a legfőbb jellemnek a, tehát a jellemnek a legfőbb vonása az a tisztaság és a tiszta szándék. A darab cselekménye rámutat, hogyan válik egy rendezetlen, felbojdult állapot ismét rendezetté. Mint megtudtuk, jelenlegi világunkban kevés ennél aktuálisabb darab van. Egy háborús helyzetben vagyunk mi is. Tehát most nem lőnek, hanem vírust terjesztenek a világban, ami nem csak fizikai vírus, hanem egy borzasztó lelki vírus. Tehát itt magamon is érzem, hogy az emberben a lelki egyensúly nagyon finoman elkezd billegni. És ez arról szól, hogy miközben minden esik szét, és minden szétesett, hiszen a darabban már túl vagyunk rajta, hogy valaki úgy össze tudja szedni magát, és olyan pontosan meg tudja határozni a céljait, és olyan tökéletesen tudja a súlypontokat elhelyezni, és abba megkapaszkodni, és abból fölépíteni az életet. Van egy ilyen mondás, hogy mondjatok egy fix pontot a világban, és én kimozdítom a földet a helyéből, hogy ez a fiú megtalálja, és képes effektíve csodákat létrehozni önmaga körül. Ez egy egészen különleges dolog. Fantasztikus. Az előadás próba folyamata április 30-án ér véget, a bemutató időpontja az aktuális járványhelyzettől függ.
Ez volt a Forgószínpad, a Színházak és Városi Tévék közös műsora. Viszontlátásra! A műsorvezetőt öltöztette a Kontex Szeged.